nincs áram, basszus, mert hülyén építkeztek. Nem akarok több ilyen vackot ide berakni, amúgy. Tessék beépíteni itt a dolgokat. Jó, jó. Na, tessék csak, hajrá. Csináljátok, csináljátok. Hajrá. Vajon a fák itt is csökkentenek a környezetszennyezésen? Hogyha itt elkezdek mindent összefázni. Az olyan itt is csökkenti a szép lila, nem tudom miért lila, de lila szennyezést. Vagyon. Vajon. Kár, hogy csak így egyesével lehet rakni erre, és majd szerintem szedek valami modot. Amivel így mondjuk húzásból lehet, hogy egyszerre 5-ösével, 10-ösével, vagy akárhogy lehet, de valahogy ahogy nem így. Ez így nagyon láma. Ugye erre amúgy tudnak építkezni, szóval én most lerakom, ezt nem akarom elfoglalni. Majd ha akarnak ide építkezni, de építkezzenek. Hogy néz ki, hogy tudnak. Kb. Is remélem. Na, kezdjetek már építkezni ide, hogy átterjedjen az áram. Ez az elején, ez az áramos dolog amúgy egy picit nagyon tökön szúrt dolog. Szóval ez nem olyan jó, hogy mindig itt az árammal kell szenvedni egy csomót, hogy... Na most már megvan, viszont hogy nézem, ezeket itt végre kitörölhetem. Igen, és nem fog eltűnni az áram, mert most már végig vannak épületek. Kukul. Király. Már ezek, ahogy nézem, szürkék, úgyhogy amúgy sem nagyon mentek, vagy nem tudom, hogy. De már végül is mutatja körülött az áramot, úgyhogy mentek. Ugye ez ilyen modos tudsz, úgyhogy nyilván picit lehet bagos vagy valami. Te nem kapsz vizet? Te nem kapsz vizet. Szomorú. Te megyünk most a külső gyűrű is be van jelölve? Be van jelölve, azt jelenti, hogy oda is elkezdhetnek költözni. És akkor most muszáj meg csinálni a vizet végig. Nézem, meg van minden. Itt is, fasza. Na, toljuk az időt neki. Kéne még gyorsabb mód, mert most amúgy le kéne mennie egy csomó időnek. Vagy nem tudom, 3 évnek, mire beépítkeznének, amilyen lassan jönnek az emberek. Ha még végre lenne annyi épület, na végre itt már megtalálták egymást az áramok. Az áram az, amik jobban tetszett, hogy a SimCity-ben hogy ment, hogy az úton ment, meg a csatorna, hogy nem kellett megépíteni. Szóval azért voltak annak a SimCity-nek pár jó dolga, de hát összességében nem volt egy jó játék annyira. Nem volt az rossz se, de igen, itt ezzel kell majd még okoskodni, mert ez így nem egy jó. Bár még egy irányú út, addig annyira nem gáz. Várjuk, itt lámpa van? Itt nekem ne legyen lámpa. Erre van nekem egy ilyen kis készülékem, hogy lámpátlanítok. Voilà. Mert itt ugye két egy irányú út csatlak találkozik, ide nem kell lámpa. Ide elég egy elsőbségadás kötelező lámpa nekik. Vagy tábla, hogy ide kéne egy elsőbségadás kötelező a kis útra, aki felmegy a főútra. És akkor sokkal jobb forgalmat teremt, mint egy lámpa. Látjátok, sokkal smoothabb az egész. Ja, már is eltűnt innen a csúnya piros-sárga izé. Ugyanúgy, ugye itt nincsenek lámpák, például itt. Nincs lámpa. Itt sincs. Itt sincs. Itt sincs. Jó. Van olyan hely, amikor segít a lámpa, de legtöbb esetben a lámpa az amúgy csak megfogja a forgalmat. Pláne itt a játék, de igaz életben is sokszor van, amikor nem segít. Nem véletlenül szokták kikapcsolni néha a lámpákat. Még ott is, ahol van. Jó, na, ti szépen, ahogy nézem, települtök, lakosság is most már 3000, és pozitívban vagyok. Mert még csak egy nagyon picit, de pozitívban vagyok. Úgyhogy lassan elmentem, és kikapcsoljuk akkor a végtelen bonyit. Még azért egy plusz 1-2000-ig felmehetne nyugodtan. Mert most minden 100%-kal van, úgyhogy ez mondjuk ilyen szempontból biztató.
akkor a texezeket, akkor azokat leveszem egy 11%-ra, mondjuk az egy stabil, és akkor happy is. Meg minden. Meg ezeket is bekapcsoljuk, ugye... ezen a területen állítsuk csak. Akarok. Valami jó nevet akarok. Csak az a baj, hogy nem fogom tudni. Mindegy, akkor csak szimplálni, hogy... Oh! Sziget. Belelúg az FPS-számmal, és nem látom, hogy mit írok. A sziget. Dráma. Dráma, Ibi. És akkor nektek... ja, amúgy itt van az újrahasznosítás. Smokingban legyen, petban nem. Parkok legyenek. Ez mehet. Smoke detektor kell. Water és áramhasználat mehet. Ó, ez mondjuk nagyon durván megdobja ezek a izémet. Nagy nem, nem ezért, de ezért dobódott meg. Akkor... smoke-ot kipannoljuk innen. Smoke detektort kell. Water és az áram az egyelőre szerintem hagyom, mert így is bőven több van, mint kéne. Miért van egy lyuk? Ja, mert ide még nem raktam. Ezért. Ez ugye akkor nem nincs hatással a, erre a részre. Remélem. Smoke. Smokingban. És ez. Egyelőre legyen ennyi. És akkor még a pénzem se nagyon megy le annyira. ezres bevétel, 15 000-es kiadás. Aha, csináltok. Ja, van elvileg, ja, FPS mód, látjátok? Király. Lehet FPS-sel játszani. Jó, hogy nézem, szépen lassan kezdenek azért betelepülni. Jaja. Lassan majd bolthiány fog szerintem kialakulni, hogyha tényleg rendesen betelepültek mindenhova. Na, itt ne legyetek már civilek, basszus. Legalább ezen részen, bár ezen részen sem biztos kéne, mert ide még kihat a zaj meg a szennyezés. Legalább itt a közvetlen közelében ne legyenek. Ja, ezt itt lehet, ha az utat picit átépítem egyenesebbre, és akkor tudom erre fele rakni. Mert az út miatt tudtam csak oda a szélére rakni ezt. Oké, itt milyen gondok vannak. Árambeli gondok. Gondjaitok vannak. Egy darab izé nem elég, meg csatornázási? Mi? Nem vagytok rákötve a... Rá vagytok kötve, akkor ezek szerint mégsem mindegy, hogy... Ja igen, megteltem. Ó, csak mindegy, akkor rakunk egyet ide is, csak az a baj, hogy nem rakunk ide is, rossz irányba viszi. Itt fog eljönni az... Na, most már jó irányba folyik. Itt fog kijönni az összes szennyvíz az egész városból. Meg majd hát nyilván ilyet fogok rakni, ha tudok, de 14 000 lakos után lehet csak. Háromat is raktam. Cement. Puszta. Fura, hogy így belemegy, de itt nem látszik körülötte. Ez itt belemegy, akkor még szürke, de miután előtt, akkor már ilyen barna lesz. A trutyi. Not connected. Tessék. És te is. Folyhat a trutyi? Na, folyjon a trutyi. Jó. Cool. És már nem lesznek gond. Áram gondjaitok. Yeah, 4800. Fuck yeah. Szóval áramgondjaitok nektek itt vannak, ami nem jó. Olaj. 2000 per 7, 50 000 megépíteni. Ó, ez aranyba kevesebb, ez 40-et, ez viszont 120-at ad. Ez háromszor annyi. Nem, ezt nem éri meg. Mert ennek a fenntartási költségeinek még ha háromszoros, akkor is kevesebb. Ez mondjuk kevesebb szennyezést ad ki magából. Szóval ez környezetbarátabb egy picit az olaj a szénnél, de nem sokkal. Ez mi a retek? A coal plant. Ja, ez ugyanolyan, mint ez, csak picit többet termel, viszont többet is szennyez. Ugyanannyiba kerül fönntartani. Hát, szennyezzük keményen a környezetet? Szennyezzük keményen a környezetet. Ja, ez van, ez lesz.
Én itt szennyezek, de nagyon. De ez hatásosabban működik, csak jobban szennyez. Jó, hát áramgondoknak itt most már nagyon nem kéne lenni. Ahó. Azért. Igen, ez a baj, hogy látjátok, hogy többet termeltem akkor is áramból, csak egyszerűen nem tudtam, hogy hol. Na, szépen kezd betelepülni. Még mindig csak a bőfele van meg. De ez jobb, mint a 10%. Meg a külső gyűrűt még el se kezdték. Ez a kis csonk. Meg itt ez a pár épület kivételével. Ilyen iskola, meg ilyenek. Tömegközlekedés. Ú, az még egy nagy meló lesz. Ja, igen, középiskola az egyáltalán nincs, úgyhogy abból pakolunk egyet. Hát itt most pont sok házat lebontani, odaraknám, de ide kéne valahova. És itt mindenhol tele van házzal, úgyhogy... Itt a park mellett talán kevésebb ház, nem is tudom. De itt meg pont nagy a telekérték. Itt csak három házat kell lebontani. Mindenki tök happy egészen idáig. Na, az jó. Ó, elérhetővé váltak a csicsa utak is, ami most már mindegy. Mert ha építettem is volna valamikor csicsa utat, azt ide raktam volna, de ez drágább, nem? 0,48. Ez 32, 40, 48, igen. És fenntartása is drágább. Tudom amúgy upgrade-elni? Cannot upgrade. Téged tudlak. Vissza upgrade-eltelek, de miért? That's weird. What? Nem upgrade-elni akarok, basszus. Buta játék. Buta én. Így. Ez egy irányú? Talán nem. Most már semmiképp. De eddig se volt, mert akkor jelezne, hogy valami nincs rendben. Ja. Oké. Cool. Na, nagyon nő. Megállt a fejlődés. 4900. Kurva happy mindenki. 4900. Megállt a beköltözés. Nem tudom miért, pedig itt még van egy csomó terület. Aha, itt ez még mind szabad terület. De még lehet költözni emberek. Félik. Az a baj, hogy itt nincs nagyon szervisz, szóval, hogy rendőrség, tűzoltóság, ilyenek itt nincs ezen a külső peremen. És lehet, hogy emiatt nem költöznek ide. Szívesen. A rendőrség ugye itt van, egészségügy, hát, nem annyira. Nem vagytok a legegészségesebbek errefele. A legszélén nem is akarok, majd ide fogok rakni és ide kivezetek egy-két utat, amit szerintem akkor el is kezdek, addig menjen az idő. Ugye itt befele mennek, vagyis itt kifele ágazó utak kellenek. Egy irányukból. Nem tudom meddig mennie, vagy milyen hosszú legyen. Mert annyira azért nem hülye az AI, hogyha bemegy egy irányú útba, akkor még ki tud tolatni. Nem az, hogyha egy irányú utat építek valahova, akkor bemegy és akkor az idők végtelenségig ott van az AI. Vagy van ilyen hülye? Szerintem mondjuk van ilyen hülye. Még sávot sem tud váltani. Zoli. Saját mapot most biztos nem fogok csinálni egy jó darabig. Még messze nem tartok ott a játékban. Majd ha már nagyon ismerem és nagyon unom az alapokat, akkor lehet. De az valószínűleg nem kevés macera amúgy. Most amúgy direkt nem ugyanolyan hosszúra csinálom, mert ez most így is úgy is. Itt azt akarom majd, hogy egészen a külső gyűrűig kiérjenek ezek. Bár lehet, hogy nem fog ez nagyon a külső gyűrűre kiérni, mert ha nem, akkor viszont tudok egy belső olyan rendszert csinálni. Ami két irányú, mert különben viszont hogyha kiérök, mindegy, ezt így most bonyolult elmagyarázni, majd mindjárt ha ezzel végzel, akkor átgondolom és meg is mutatom, hogyha annak alkalmasra vélem. Na, a bevétel most már szépen nő, ahogy nézem, 2500. Most amúgy már leállíthatnám, ezt befejezem, szerintem vissza is nyomom. Vagy hát ki is nyomom.
Pénz, mert amúgy ez nem baj, hogyha azzal is kell gazdálkodni. Bár igazából, hogyha már működik a város, akkor már sosem szokott vele gond lenni. Csak a berőfentéshez kell pénz, azt meg ugye most meg már megoldottam Ergo innentől, mert szinte nem sok értelme a pénznek, de mindegy, visszanyomom. Legalább a nagyobb, drágább projekteket ne tudjam egyből megvenni, hanem arra kell én egy picit ügyeskedni és spórolni. Na, szóval most ugye így végigment ezek egyirányúak befele. Úgyhogy valamit még ezekkel kell kezdeni, hogy ki tudjon menni az ember. Valószínűleg az lesz, hogy összekötöm a vagy az egyik megoldás az, hogy mindegyiket rákötöm ide a külső gyűrűre. Az nem feltétlenül egy rossz megoldás. Sőt, lehet, hogy az lesz. Tudjátok, mit az lesz? Mert ez a külső gyűrűn egy adag területet elveszek, de hát most... Másik ötletem még az lett volna, hogy itt egy irányú utat visszafelé építek, amit aztán kivezetek itt hídon át, vagy a két helyen át ide a kimenő részhez. De végül akkor nem az lett. Mindazokat, akiket most ki kellett költöztetnem emiatt. Na, ezt a részét még gyorsan helyezeljük. Na, így. Google. És akkor ide lehet építeni különböző dolgokat. Ide amúgy már nagy kórházat is tudok rakni, ha akarok. Ide kéne a kettő közé, de nem félre oda. A pici viszont igen. Na, az jó. Mert akkor ugye tudnak menni itt jobbra, balra, előre, hátra. És akkor a kettő között legalább ezzel ki tudom használni ezt az amúgy elcsöszött helyet. Ja, ez így jónak hangzik. Ebben az utcában nem lesz kórház. Pont egy sarokkal előtte. Na mindegy. Szóval, hogy legyen az. Oda, és... Kök még egyet ide, valahova. Nagyon tele leszek kórházzal, négy kórház lesz egy kis szigetem. Na mindegy. Nem mondják, hogy én nem figyelek az egészségügyre. Tűzoltóságból, ugye ez a rész itt még nagyon rossz. Ilyen szempontból, úgyhogy ide még valami mindenképp kell rakni. Egyet, és ezt nem lehet ide rakni. Szóval ide kell már. Legyen itt, és akkor remélem ez befedi az egész izét területet, és akkor majd még egyet kell valahova ide. Ide rakok, az meddig ér el? Hát nem sokáig. Ebből is egy csomó van, basszus. Ugye itt a partra nem meghatok, mert visszafele nem megy nagyon a dolog. Local Fire Station, ez ilyen mini. Lehet amúgy ez is elég, vagy majd rakok többet és leveszem a büdzsét, amit a tűzoltók kapnak, hogyha nincs túl sok tűz. Áramgondok. Really? Áramgond, és tényleg áramgondok. Hát itt ugye ezeket fogom tovább pakolni. Ezt nem nagyon akarom, hogy... És itt el is lehet távolodni amúgy a várostól, és akkor legalább a zaj annyira nem. Éli őket. Na, rakunk még egyet, most elég sok épület helyett leraktam, úgyhogy most elég sokan fognak még ide költözni. Nem baj, hogyha még egy picit több van. Na, ez szépen benépesedett. Cool. 7000. Haladunk. Haladunk, gyerekek. És ha már itt tartok, első dolog menteni. Ha az megvan, akkor meg kell nyomom a money modot. Újító main menü. És...
És akkor befagy a játék? Nem. Oké. És akkor most remélem, hogy a continue-val most működik. Ha nem, akkor meg újraindítjuk, mert előbb úgy ment. Lehet, hogy akkor ez a megoldása a bugnak. Ahogy nézem, igen, mert még a betöltő képernyő hátterét sem töltötte be, amit beszokott ilyenkor. Úgyhogy most nem fogok olyan sokat várni, egy fél percen belül nem tölt be, akkor fogom, bezárom, és újra megnyitom a játékot, mert az előbb működött. Igen, ez nem, ez így meghal. Tudjuk akár úgy is, úgyhogy gyorsan bezárom és vissza. Bezáródtál már? Bezáródtál. Tűnjek el ingémből, eltűntem ingémből. Ploj. Lassan kezdek ilyes lenni, úgyhogy nem hiszem, hogy amúgy most már olyan hülye sokáig tartana a stream, de azért még egy picit ügyeskedek itt. Ha működik egyáltalán, első feltétel. Jó. Igen, akkor a bug megoldása az, hogy hálítgatod a modokat, utána újra kell indítani a játékot, mert különben befagy a töltésnél. És most kivételesen nem felejtem el visszarakni nagy képernyőre. Még várj egy picit, mert most még szerintem visszaéled. Ha? Visszaéled? Ja, visszaéled, remek. Kíváncsi leszek amúgy, hogy hányan érdeklődnek majd a GTA 5 irányt. Pláne ugye, hogy hajnalban fogom elkezdeni a streamet. Minusz 500 ezer! Fuck. Az a baj, hogy az unlimited pénz miatt... Holy monkey boss. Oké, akkor még egy bizonyos ideig mindenképpen unlimited pénzzel kell tolni. Mert így most mindjárt kírja, hogy csődbe mentem és kész, nem? Szerintem igen. Ha. Hát akkor még nem picit kell futtatni unlimited money-val, amíg a háttérben ez pozitívra vált. Ez a baj, azt nem tudom, hogy ez mikor vált pozitívra. Minusz fél millió, Jézus, ugye fél millióval kezdtem, hát egy millió kell akkor ahhoz, hogy egy nagyváros alapjét lefektetsd és berőfejtsd. Ha nem akarsz kis picsányi faluban elindulni. Mert azt is meg lehet, hogy kis falu és akkor egyre nagyobb. Ah, még nem értek, hogy csődbe mentem. Ami király, én jó, mert akkor nem rakom vissza a modot, ha nem kell. Csak az a baj, hogy én nem tudok építeni semmit a következő 10 percbe. Csak a következő 10 percben nézzük a dolgokat. Ah, hogy nézem, kb. Így beállt plusz 4000-re a pénz, vagy én. Hát nagyon lassan azért növekszik, ahogy a lakosság is. Csak a happiness viszont drasztikusan csökken. De szép trutyi. Tudom, hogy mínuszban van a pénz. De most nem tudok vele egy erős semmit kezdeni, mert ahhoz kijöjjön a mínusz. Aj, ne, nem mondd, hogy elfogyott itt az áram közben. Ez probléma, mert ide akkor le kell tenni valamit, amit meg nem tudok. Akkor lehet, hogy mégis muszáj lesz visszakapcsolni a izét. Fuck! Mert semmit nem tudok ugye lerakni. A mínusz fél millió miatt, ami amúgy szépen csökkent. Szóval most már csak mínusz 430 ezer. Úgyhogy vagy így fut egy ideig ez a város, és mondjuk azt meg tudom csinálni, hogy a áramnak kicsit nagyobb büdzsét adok. És akkor így kikerülve a dolgokat. Ha, jó, na így már nincs izé. Szemét gondok, pedig van egy szemétbegyűjtő. És annyira nincsenek is nagy gondok. Jó, hát van ahol picit sárga, de a legtöbb az világos kék. Na jó, leszárjuk. Ja, az újrahasznosító ne bírja ezek szerint a dolgokat. De működsz, nem? Aha, maximum működik, jó. Oké. Hát, csinál csak. Ups, ezt nem akartam. Hát most város nézünk egy darabig. Hármas speeden megy. Körbenézünk a parton, mit szóltak. Körbesétálok a városba.
futtok. Király ez a mod. Jó, jó kis hely ez. Ó, oh, szép házak. Ezek szerintem úgy már mod házak. Ó, oh, kutya lenne a tengerparton. Kár, hogy amúgy a tengerpartot nem lehet nagyon felhasznosítani semmi extrém dologra. Micsoda kocsik. Amik ez pont gagy ide itt, hogy ez egy Ferrari-nak kinéző valami. Ez telefon? Szerintem igen. Vannak itt szép házak azért. Milyen kutyaház? Kilóg az utcára. Érdekes helyre rakják a kutyaházakat, még két Ferrari-szerűség. Király, hogy a háttérben ott az erre pörögnek egy szék. Szép piros ház. Már csak mi az 400 ezer, 10, 15, 20 perc, 30 perc, 40 perc, nem tudom, két nap és már mehet is. A izé. Szivattyú. Mondjuk nem értem, hogy honnan jön ez a sok kocsi. Szóval itt mindenkinek van garázs, nem? Vagy az dísznek van? Mondjuk egy ilyen háznak pont nincs. De a legtöbb háznak van valami garázszerűsége. Meg ez is fura, hogy a út egyik... Ja, hogy ez egy irányú út azért vajon? Vagy miért csak az út egyik oldalán parkol mindenki? Másik oldal az nem szimpi. Felvágok a belváros felé. Igazából ez annyira nem belváros, mert itt a szigeten belül belvárosnak számít. Oh, visszaugrok oda, ahol voltam. Szóval ugye a szigeten belül ez ugye belváros... Ah, szemét gondok. Hát továbbra sem tudok ellene még mit tenni. Most itt ez az egy izé megy. Addig amíg meg 70% full. Most elkezdem kiürítetni vele. Átvinni ugye a pálya másik felére. Az a baj, hogy mindennel gond van, mert a vízzel is muszáj lenne építkezni, csak nem tudok, úgyhogy büdzsét tudok növelni. Ez meg ugye akkor lelassítja a mínusz növekedését. Vízgondok azok úgy néz ki, hogy pont eltűntek, egyelőre határon vannak. Szemétgondok. Landfill usage 49%, hát jó, hogy előre. Kevés a kocsi szerintem, ami elviszi. Na mindegy, mennyire működik az autópálya híd ötletem? Van rajta azért forgalma, hogy nézem. Úgyhogy akkor nem haszontalan a dolog. És ez a megoldás itt? Igen, itt mennek a garbage trackek, ugye? Itt kövessük. Jó, és ide jöttetek. Ez nem volt hosszú. Leadod a cuclét és mész haza mi. Vagy 92%? Most ide jöttél, hogy leadjál 8%-ot? És aztán eltűnj. Oké. Recycle Centerből még kell majd 1-2-3 legalább, csak ugye most aramira minuszban vagyok. Akkor addig nem tudom megcsinálni azt, hogy ez. Szerintem garbage. Igen. Viszont a tax income-ot is mennyivel? 6400. 3, 2, 6001. 5900. Jó, ez nem slightly. Hát ez nagyon nem slightly, már 10% fölött. 20%-nál vagyunk. Ez a 30%. Lassan 40%. Mi a fene? Jézusom, mennyivel? És mindig csökken, mi a rák? Na ennyi, 4600. 6100-ról 4600-ra esett vissza. Jeez, és miért ilyen negatív? Unhappy-k az emberek, sok a szemét mi? Gondolom. Ja, szemét. Jó, ezzel muszáj valamit kezdeni, mert kezd nagyon elfajulni a dolog. Most beraktam a újrahasznosítást is, felhúzok 150%-ra ezt a büdzsét. Hát ez 24 per 7-ben max kapacitáson megy, ahogy nézem. Hát majdnem maxon, de hát az most már igazából szinte max.
Vicces, hogy ilyen iciri-piciri kis telep az egész, ami baromi nagy városnak a teljes szemetét próbálja benyelni. Igen, ebből majd még kell, nem is kevés. Szemétgondok, szemétgondok. Itt is szemétgondok, valahol már piros szemétgondok. Faszán hangzik. Nagyon. Ide kéne nekem pénz. Tudjak rakni? Pénz! Meg szemét. Kirby just build up. Na, még csak mínusz 300 ezeren tartok is. Az a baj, hogy még kölcsönt se tudok felvenni 200 ezreset. Most a 60 ezressel meg nem vagyok előrébb. Muszáj vagyok picit visszarakni. Tudom, hogy kevésbé lesztek boldogak, de ez így egy évig fog tartani, úgyhogy 13%. Sorry gyerekek. Nagyon ingadozik amúgy a happiness, elég érdekes. Na, most lemegyek jó mínuszba? Na, annyira nem. Azt hittem most én mínusz 200 rá fog zuhanni, hogy tököm tudja. Jó, hát mínusz 10 ezer, így azért jobban fogunk haladni, vagy mi ez, plusz 9200. Addig talán nem omlik össze az egész város a szeméttől, amíg újra pozitívba jövök. Már nem tudom. Úgyhogy az már maxon van, úgyhogy azzal nem tudok mit kezdeni így, úgyhogy hát most várunk. Na jó, azért fölveszem a 60k-t. Annyival is beljebb vagyok. Ez egy picit redukolja az inkámat, lehet amúgy nem biztos, hogy megérte, de... Accepting 50% full, az még nem kritikus. Letöltöttem valamilyen extended statot. Nem tudom, hogy ez pontosan mi.